ezt is megértük, nem? Na jó van. Ezt kicsit ide rakjuk. Milyen csavarhúzó, mi? Egy idétlen kávé. Ez is biztos kitakarja a képet. Na, hol tartottam? Ja, igen. Ilyen teszt. Lássuk. Ja, a hangerő. Ez nincs hangerő. Ha. Ez egy PS2-es billentyűzet. A PS2-es billentyűzet az azt jelenti, hogy az USB-k előtti időszakból ilyen lila dugója van. És működnek rajta a szupergombok, tehát hangerő, meg média lejátszó, meg start, play, stop, meg home gomb, meg mit tudom én, előre, hátra, kibe kapcsoló, tehát tele van ilyen idétlen gombokkal. És az a, most megnyomtam a home gombot, ugye elindítja a böngészőt. Hát igen, idés a vinyó egy kicsit lassabb, valamivel több időt kell lekezni meg. Az én mesterem azt mondta, hogy sokkal nagyobb türelmet kell felé tanúsítani, azonban mindent meg fog csinálni. Na, úgyhogy fölnyomjuk a hangerőt, mindjárt beindul ez a vacak. Nem biztos. Most nézem közben a lámpát, hogy villog, vagy nem villog, vagy él, vagy hal, vagy mi van. Jó kis csavarhúzó, mi? Ez egy 200-500 forintos úgynevezett Philips 2-es, tehát PH2-es csavarhúzó, ez meg egy ilyen Magnetovics. Igen, mágnes. És azért van erre szükség, hogy így rátapadjam, mert abban az esetben, hogyha... koszos vagyok. Abban az esetben, hogyha ez nem képes csavarhúzózni, tehát mondok egy példát, hogy megértsétek. Föntről csavarozok. Megpróbálom kivenni a csavart, de ez nem mágneses, akkor csavar visszaesik és begurul olyan alkatrészek közé, ami hát nem egy túl jó ötlet, hogy ott instant csinál két könyökét, kinyomja és egyből van egy zárlat. Úgyhogy ezt meg kellett mágnesezni itt. Ez azt jelenti, hogy fogsz egy mágnest és itt a félőrűt elkezded így húzogatni. Lehetőleg egy irányba mindig. Jó, hogy észak-déli irány, de ennek érdemes utána nézni. És ott azért bockodom ez a hacakkal, mert hát még csak félig van kész ez a mágnesezős munka. Na térjük vissza, hogy ez nem indította el egyébként a böngészőt. Mindegy. Most ez az a számítógép, amire talán még emlékeztek az előző részből. 300 wattos táp van benne. Egy X800-as videokártya AGP 8-szoros sebességgel. Van benne egy csomó memória, és van benne egy 3 GHz-es, másfél magos, tehát nem egészen 2 magos proci. És ki akarom próbálni, hogy micsoda teljesítménye van, illetve milyen teljesítménye nincsen. Mondjuk jó lenne, hogyha szépen működne, meg elindulna. De az a helyzet, hogy a táp az... hát az nevetséges. Az nem nagyon akar működni. Úgyhogy ezt bezárjuk. Nézd le. És... nincsen bebindelve szerintem sehova. Most megnyomtam a levelezést. Szerintem a Thunderbird, hogy melyik fő van telepítve, és akkor az úgy elindul. Meg fényképezőgép van, meg kereső van, meg kibekapcsoló, meg előre hát. Ezek a böngészéshez kellenek. Tessék, levelező kliens, ugye? Ó, új címet szeretné? Hát nem igazán szeretnék új címet. Csak azt az egy dolgot próbáltam ki, hogy... hol az automata? Ja, itt van. Na, most visszaállt az eredeti képernyő felbontás. Oké? Okay. Szóval visszaállt az eredeti képernyő felbontás, már nem lók ki az óra, stb. Na, lássunk egy másik játékot, mert ez most valamiért nem megy. Mondjuk ezt. Ez a Mind Test. Talán. Talán ismerős. Egérpadot még nem hoztam. Na,
De nem baj, mágnesem már van. Há. Jó mágnesünk. Na, nézzük egy egérpadot. Na, itt egy jó kis egérpad. Kartonpapírból, ez egy hullámpapír, vagy kartonpapír, kérlek hívja. Ez lesz most játszásdiból az egérpad, jó? Ezt a mágnes meg rajta. Ja, most itt eszembe. Almás pitét kértek. Tessék, vegyetek. Itt rakom lesztek. Én addig kipróbálom ezt a vackot. Jó? Na, jó vendégek vagytok, nem zabáltok meg semmit, tehát tök jó, szerintem. Ezt a kicsit egérpadot megjozítjuk. Ah, kicsivel jobb lett, igen. Hát igen, minden nullára van állítva, igen. És kell egy új világot létrehozni, mondjuk. Ez lesz a neve. Fú, mondjuk szídet is kéne adni neki, mondjuk. Hogy a Minecraftben, a Minecraftban, meg ezekben a játékokban az úgynevezett SEED, tehát a seed, ez mit jelent? Akit érdekel, majd utána néz. A pályának a létrehozásához nyújt valamiféle iránytűszerűséget, hogy melyik pályát hogyan, meg ilyenek. Hát nem egy rakéta, ugye? Ne felejtsük el, hogy 32 bites rendszer, nagyon-nagyon régi proci, és azokból is a gyors. És az eredmény lassú. Nem valami nyerő a helyzet, de megy. Jó? Tehát megy. Jaj. Tudunk természetesen még tovább csalni az ügybe. Felbontás. Kicsit kisebbre. Hát az valamivel jobb lesz. Mi van ezzel a hangerővel, te csáró? Olyan halk, alig hallani. Ha most fölhúztam ilyen 153%-ra, elvileg marha hangos lesz mindjárt. Kimeneti eszköz. De ez lesz az egyébként, nem ez lesz az. Hát úgy van, hogy kimeneti eszköz kell fölhangosítanom. Igen. Ezt már hallottátok, vagy nem? Késleltetés, de természetesen arra nem lesz szükség. És akkor... Ő a Mindtest egyébként tud olyat, hogy teljes képernyős mód, ezt mindjárt be is állítom. De még próbálhatom egy kicsit, jó? De halljátok ezt a hangot? Ez az, ahogy taposok a növényeken. Igen. Itt egy kis havas rész is van. Jól látjátok, egyébként tényleg 10 FPS között körül van valahol. Tehát valahol kicsit több, valahol kevesebb. Levettem a látótávot 20-ra, és egyből megjavult a srác, már 20-30 FPS. Ez a régi időkben volt jó. Ez hó. Az annak a hangja, hogy megyek a havon. Tiszta idétlen. Mindegy, működik. Jó? Tehát tök jó. Hát kicsit lassú, meg 20 FPS, de működik. Jó? A benne lévő X800-as videokártya, az itt nincsen driver. Mert ahhoz itt kellene internet legyen, hogy driver tegyek rá, ha egyáltalán volna hozzá. Hatalmas problémák vannak. A régebbi, mondjuk úgy nagyobb teljesítményű alkatrészekhez, videokártyákhoz, monitorvezérlőkhöz nem írnak programot, mert ez Linux. Ami a még nagyobb gáz, hogy sikerült valahogy beszélnem egy olyan sráccal, akinek ennek a nagy testvére van, azt úgy hívják, hogy X1950 XTX, tele van X-el meg idétlensége, ez egy monitorvezérlő, ugyanúgy hatalmas teljesítményű, régi, és ezért a Windows 10-hez sincs már hozzá driver. Halló! De ez nem helyes! Tehát vagy a Linuxhoz, vagy a Windowshoz, de valamelyikhez csináljatok drivert, mert jó, igaz, hogy régi, de hatalmas teljesítmény van benne, és itt most ez nem jött ki. Láthatólag. Na, mi van még itt? Próbáljuk meg ezt a másik időtlenséget. Nem. Megpróbálom újra, de nem biztos, hogy menni fog a srác. Hát bizony nem indult el. Igen. Ez a driverek, illesztők és egyéb
ügyetlenségek miatt van. Ráadásul még a tápra is gyanakszom, hogy kevés államot ad, meg ilyesmi. Az a helyzet, hogy most egy úgynevezett alap videokártya módban van, tehát semmiféle gyorsító nem indul el benne, így ül nyugodtan, szó szerint ül, föl sem áll, nem kezd dolgozni. Amit itt látunk, a lassúság ennek az eredménye. És ez egy hatalmas probléma, hogy az ilyen, mondjuk így régebben nagy teljesítményű eszközökhöz, most már nem csinálnak driver, tehát programot hozzá. Ez mindjárt kiírja, hogy kifagyott, ezt kikapcsoljuk, aztán megyünk tovább. Direkt ezért akartam ezt megcsinálni, hogy telepítek egy rendszert, egy 32-eset, és elindítom rajta. Mivel tudom jól, hogy ezen csak a 32-es rendszerek futnak. A következő tehát az eredmény. Teljesen mindegy, hogy milyen videokártya van benne, ha mindegyikhez alap driver van, tehát semmilyen gyorsító nem indul el vele. Na szóval. Hellóztok, én a Farkas vagyok, mint ezt elvileg jól látjátok. Ez pedig a műhelynek az új része, ahol számítógépekkel, programokkal, összerakásokkal, építéssel, szereléssel, meg kiosztással, meg ilyen idétlenségekkel foglalkozunk. Foglalkozok. Van itt valaki? Jó, ez egy tök fölösleges kérdés volt, mert mindent egyedül csinálom. Azt szerettem volna mondani, hogy ez marhára nem működik, mint ezt nagyon jól látjuk. Ezekben a videókban, amiket csinálok, a régebbi nézőim már tudják egyébként, ezekben a videókban, amiket csinálok, ezekben nincsen vágja, ha nem kértek, akkor elveszem. Ezekben nincsen vágás, nincsen szerkesztés, nincsen benne semmi. Tehát ami történik, azt egyszerűen látjátok, hogy történik. Régebbi alkatrészekkel, meg ilyesmi, de az kész, le is fagyott a vagyunk. Kész. És nem kapcsolós a táp. Tök jó, nem? Nem baj, van nekem másik kapcsolóm. Na szóval, régebbi számítógépekkel foglalkozok ezzel a sorozatban, és az egész műhelynek az a lényege, majd mindjárt meglátjátok, hogy azokat a gépeket, amiket így felajánlanak, a családok, meg cégek, meg cégeknek emberei, hogy takaríts már a szemetet, azokat hozzák ide, és az állítólag rossz számítógépekből egy működőképes verziót próbálok összetákolni, és az a röpke bemutató, ez az egyetlen egy pici, az arra volt jó, hogy azt is lássátok saját szemtükkel, hogy a nagy teljesítményű alkatrész, ha régebbi, és nincs hozzá megfelelő program, tehát úgynevezett driver, nem fog működni, csak nagyon lassan. Ez az eredmény. Hiába van benne egy nagyon gyors processzor, egy teljesen tűrhetőnél még sokkal jobb videokártya, ha nincs meg hozzá az illesztő program, nem fog elindulni. Az egésznek ez volt a lényege. Ha majd lesz itt internet, ez még jó pár hét, mire itt lesz internet, tehát ha majd lesz hozzá internet, akkor keresek hozzá illesztő programot, és megpróbálom, mondjuk így a közösség erejét kihasználva, egy olyan megoldásra jutni, hogy a videokártyában lévő teljesítmény felszabadulhasson, és lássuk a teljesítményt a kijelzőn. Jó, tehát ez lesz itt az egésznek az eredménye. Szóval mostól vagyunk, a eddigi nézőim már jól tudják, ez itt a műhely, még nincs felirat, az még nincs kész. Ez majd ilyen fából, vagy hungarocellből festve persze szépen. De valamilyen formában itt már lesznek betűk, meg ilyen régebbi, nagyobb, mondjuk így nagyobb teljesítményt elérő emberek, tehát informatikai, elektronikai hősöknek a képei, híres mondatai lesznek itt, és hát azoknak a vigyázó szemei alatt, illetve a jelenlétük miatt itt egy magasabb minőségű munka várható el. Nézzünk akkor körül, jó? Tehát ebbe ültetek itt végig, ez két darab hát ilyen kinder tojásszerű vacaknak a kivágott éle, ebbe ültetek végig. Itt van az almás pita, amit nem ettetek meg, és szerencsére nekem több maradt, úgyhogy már is benyomok egy darabot. Nom. Na, oké. Na szóval, igen, szék! Nagyon jó, mi? Hát itt egy szék, csak jó. Még a Halo rajta van, hát mert új, ne. Na szóval itt az asztal, itt a gyönyörű egérpad. Van ilyen ablakszerű dolog is, de az ugye csak a szellőzés miatt lesz, az majd meg lesz csinálva.
És van egy nagy halom alkatrész, van egy nagy halom alaplapom, ami marhára kérdőjeles, tehát ahol a kérdőjel, ja ott a kérdőjel, de nagy halom dolog van itt, ami működik, nem működik, kérdőjel, stb. De a nagyobb részét már kipróbáltam, ez a széknek a doboza, ott van a garancia levél. Szóval egy nagyobb halom dolgot már kipróbáltam, azt most hirtelen nem is tudom alatt, nem? És egy kisebb részét még nem. És azért hoztam ide ezt a két vinyót, hogy A meg B. Ugye itt van az A, itt van benne. Ő a 32-es rác, ezzel próbáltuk ki most az X800-nak a, hát mondjuk így, száraz teljesítményét, hogy semmiféle driver nem volt bekapcsolva hozzá. És hoztam egy 64-est is, ebből a nevetségesen egyszerű programból. És hát ezekkel, ezzel a 64-e meg a 32-vel fogom kipróbálni, hát mondjuk így majd, hogy nem az összeset. Onnan, abból a sarokból majd egyszer valamikor jön majd valamiféle wifi jel. Nem kell aggódnom rajta, ez nem mostanában lesz. Ez még üres doboz, meg ez is üres doboz. Itt van egy nagy, hogy jó, hogy ezt nem mutattam nektek. Na, ez vajon micsoda? Ez egy semennyire se nagyító. Megpróbálom megmutatni a különbséget. Négy. Tessék, mérőszalag. És amennyit nagyít, hiába jövök hátrébb, az eredmény a kettőszörösnél nem nagyobb. Tehát ez sok benne a hibana. Hát én kis gyenge vacak. De viszont van annyi előnye, hogy bekapcsolom, és így világít. Jó, nem sokat, meg ezért, de világít. És akkor tök jó. Jó, kicsit még zárlatos, vagy nem tudom, kicsit nyomogatni kell. De amikor jó világít, akkor frankó. Na, mindegy, ez ilyen idétlenség, mindegy, ez is van. Van még egy pár ilyen szerelési csavar, meg ilyenek. Van egy nagyobb halom videókártyám AGP-ből. Ugye az AGP az a sín megnevezése, hogy milyen sín az egész. Ebből a hosszú sínből, ezt úgy hívják, hogy PCI Express, tehát PCI Express. Ebből az egy darab van, ráadásul hűtési problémákkal is küzdünk, igen. Aztán van itt egy átjátszó kábelem, de most már hoztam egy másikat, úgyhogy... Az átjátszó kábelnek az a szerep, hogy a hang kijöjjön. Ez a hóban taposós, recsegős videó, amit az előbb láttatok, az volt, igen. Van A, B, C, D típusú memória, 1-es, 2-es, 3-es, 4-es, stb. Ez a CPU-s. Hát itt aztán nyakik. Aztán van hálózati kártya, USB, tehát hangkártya, igen. A hangkártya az azért kell, mert igaz, tudom, minden alaplapba bele van forrasztva egy gyári hangvezérlő. Azonban a gyári hangvezérlők elképzelhető, hogy el fognak egyszer szállni. Nem azért, mert szárnyuk van, hanem mert elromlanak. És amikor elromlik egy gyári hangvezérlő, akkor onnan tudok levenni egy másikat. Na, a következő munka, ami várható, a legfontosabb, hogy nincsen család, akinek kiosszam, igen. Itt van a következő helyzet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A sarokban egy 14, de az kérdőjeles. Tehát van 13 gép, van 4 monitor, van egy kazal billentyű, és nincs egér. Tehát ezek nem jó, ezek rosszak. Ez egy komportos, tehát kommunikációs egyes portos Microsoftos egér. Ezek is, ez így mind rossz. Tehát szükség lenne olyan egér, meg ez se jó. Meg el van törve az USB nyakán állít a vezeték. De olyan egér kellene, aminek ez az úgynevezett PS2-es dugója van, mert ha nem PS2-es az egér, hanem USB-s, akkor elvesz egy USB-t a rendszerből. Itt van a híres billentyűzetünk. Ugyanolyan, mint az őt, csak ez léla, ugye, világos. És itt van az alaplap hátsó sarka, ugye ez a nagy deszka itt az alaplap. A zöld, meg a lila, értelmszerűen akkor a lilát, azt nem erőtetjük bele a zöldbe, mert nem oda való, nem? Tehát a lilát a lilába dugjuk, a zöldet a zöldbe, jó? Ugyanúgy vonatkozik a zöld dugó a zöld lukba, jó? Tehát mindent a megfelelő színű helyre dugunk. Itt vannak az üres gépházak, és still ugyanúgy, tehát nincs család, akinek ki lehetne vinni a gépet. Ez a fő problémánk most jelenleg, jó?
És hogyha ezt a problémát megoldottuk, akkor utána majd megyünk tovább a többire. Jó? Szépen ezt bezárjuk. És akkor odája. Nincs rajta a cég reklámja, tehát ezt leszettem. Amúgy se vagyok kibékülve minden részletével ennek a dolognak. Úgyhogy, na mondom még egyszer, most az összes gépet, amit csak lehet, megpróbálok kipróbálni. Itt van egy idétlen Dell, fú, ezt gyűlölöm nagyon. Ezt már az előző részben is mutattam. Itt van fölül a neve. 755-ös opti. És sajnos kiválóan működik, pedig én utálom nagyon. Aztán itt van ez a fogantyús gép, ez is működik sajnos. Aztán van egy csomó olyan gépünk, ami nincsen kipróbálva, ugye ezek a jobb oldali részen lévők. Úgyhogy most, amiért itt vagyok, az az, hogy elhozzam ezt a két vinyót, ugye a 64-est, meg a 32-est, ami ott van, és ezzel a két vinyóval a világ összes alaplapját ki tudom próbálni, hogy működik-e vagy nem. Ja, azt nem mondtam, hogy telepítés nélkül. És azért az már valami, nem? Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy most is velem voltatok, legközelebb inkább nézzétek az RTL klubot, vagy a TV2-t. Nézzétek a soros tervet, meg a többi dolgot, amit a kormányzat éppen kitalál. Hú, ez mondjuk elég csúnya szarkazmus volt, mindegy. Na, úgyhogy köszönöm, hogy jöttetek, meg itt voltatok velem a műhelyben, és az mondjuk így távolról is, de azért jól esik, hogy de jó, legalább gondoltatok rám. Kaptam szemüveget, azt sem mutattam meg. Itt a szemüveg. Ez a szemüveg, ez egy vonszos szemüveg, ezt most nem biztos, hogy látjátok. Így, na, így se látják, nem állja. Így majd látjátok. Vonszos szemüveg. Most meg volt, látjátok egyáltalán? Ú, ez még kopottabb. Na, próbáld újra. Vonsz, jó, most láttátok, jó. Na szóval ez a vanszos szemüveg, az azért van itt. Ez lesz az oktató szemüveg. Az oktató szemüveget majd azt fogja fölvenni, aki majd ide... Itt kell majd még egy szék, ilyen tanuló szék, az ide le fog ülni, és meg fogom mutatni neki, amikor majd hozza a laptopját, vagy az asztalgépját, hogy nézd, ez így, meg így, meg így működik, meg ez, meg ez, meg ez. De látod? Tehát eddig téged átvertek. Most itt fog rögni rajta. Na, megyek, jó? Már elköszöntöm egyszer. Ide jövök a sarokba, és akkor köszönöm, hogy jöttetek, azt majd jönnek a következő videók. Sziasztok!